A makabeusok története nem a kánonikus bibliai történetek közé tartozik, de tanúságos történelmi esemény, ami nem csupán a zsidó nép számára hordoz bátorító és követendő üzeneteket, hanem valamennyi nép számára is. Egy kicsi nemzet, amely ütköző államként él nagy birodalmak között, időről időre átjáró házzá válik, és újra és újra megpróbálják eltaposni a nála hatalmasabbak, és mindig ígérete van az örökkévalótól, hogyha betartja a hűségesen a törvényeket, amelyek nem idegenek a lelkiismeretünk szavától, akkor az Úr mellé fog állni. Megfogalmazható ez a hétköznapok nyelvén is. Tehát aki tisztességesen és megfelelően tekintettel van a világ szabályaira, amellé oda fognak állni azok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, legyenek ezek személyek, vagy akár népek is. Na most, ha Izrael népe eltávozott az Úrtól, akkor mindjárt könnyebben vált idegenek martalékává. De ez is azért történt vele, hogy minden nép okuljon ebből az egyszerű igazságból. Amikor a görögök megszállták Izraelt, akkor egy új világot akartak létrehozni. Az új világ pedig arról szólt, hogy nem a könyv népévé, a tudomány, a tanulás, a tanítás népévé kell tenni a világ nemzeteit, hanem mondjuk a sport, a testgyakorlás, a fizikai erő, az izomagyúság népeivé, mert csak abból értenek az emberek, hogyha valaki nagyon keményen képviseli az akaratát, és ezért a görögök megszüntették, sőt büntették azokat a köröket, ahol az emberek bölcselkedtek és tanulmányozták az írásokat, és a kijelentésben, az isteni kijelentésben igyekeztek elmélyedni, és helyette gimnáziumokat szerveztek, amelyek nem azonosak a közoktatás második fokozatával, ahogy ez nálunk van, hanem a gimnáziumokban mindennapos testnevelés volt például, sőt annak gazdag változata az atlétikától kezdve a birkózáson át, lovagláson keresztül mindenféle, mert nem gondolkodó emberekre, hanem drónokra, vagy olyan katonaként parancsra engedelmeskedő emberekre van szükség, akik megvalósítják erőszakos uraiknak az elképzeléseit. Azonban egy ilyen nép, egy magára valamit adó, gondolkodó, Isten arcát kereső és arra formálódó nép nem tartható sokáig ilyen elnyomás alatt, és ezért aztán a makabeusok alatt egy nemzeti ellenállás bontakozott ki. A Hanuka története már sok bibliai gondolatot hordoz magában. A kevés olajnak a megszaporítása Illés és Elizeus történetében is felbukkan. A nem fogy el a kevés liszt és a korsónyi olajocska addig, amíg az Úr esőt nem ad a földre. És ugyanez játszódik le a hagyomány szerint, amikor végre diadalmaskodnak az ellenség felett, találnak a megcsúfolt templomban egyetlen korsónyi évtizedek óta ott eltemetett olajocskát. Ugye a szent olaj réselése az hosszabb időt vett igénybe, de valaki szent türelmetlenséggel úgy érezte, hogy nem várhatunk arra, amíg kellő mennyiségű olajunk lesz, kezdjünk hozzá most azonnal
a győzelem örömére, a változás örömére, ahhoz, hogy meggyújtjuk az Isten, az éber Isten örök tekintetét jelképező Hanukának a fényeit. És ez, hogy Isten mindig lát bennünket, nem azt jelenti, hogy kontroll alatt vagyunk, hanem valaki szemmel kísér bennünket és gyönyörködik bennünk. Gyújtsuk meg tehát ezt a mécsest, és majd lesz valahogy. És azt tapasztalják, hogy az így hittel meggyújtott láng nem alszik el, nincs erő, amely ezt eloldhatná. Nem mennyiségi kérdés, ez nem térfogat kérdése, hanem hit kérdése, hogy az így meggyújtott fény ragyog-e. És így lesz a Hanukából, Hanukia, mert 8 napig tart ki ez az egykorsónyi olaj, és itt a 9. ága, miről meggyújtják a lángocskákat minden nap egyel többet. Így lesz a hitvallásnak a fényévé. Nem munkánk, tevékenységünk megvilágítására használjuk ezeket a fényeket, hanem arra, hogy a világnak megvalljuk, hogy mi hiszünk az igazság, a szellem diadalában, a nyers erő helyett, a belátásban, a megegyezésben, az erőszak, a diktátum helyett, a törvények erejében és uralmában, és ezért készek vagyunk áldozatot is hozni. Ugye a Hanukia egy kicsinyített mécstartó, egy órán át világít, nem azért, hogy hát egy órát kibírunk még félénken is hitvallás közben, hanem ez jelzésre szolgál, és nem a tevékenységünk megvilágítására, de míg ezek a lángok égnek, addig mindannyian pihenünk, gyönyörködünk, és örülünk a szabadságnak, különösen is tekintettel vagyunk az asszonyokra, akik az ünnepi ételeket készítik és kiszolgálják a családot, és különösen is azért, mert ezt a szabadságharcot nem a kiváló hadvezérek, a képzett katonák vívták meg, hanem egyszerű hétköznapi emberek, kétbalkezes papok, luttalpas tudósok, fakanálhoz szokott háziasszonyok, akik egyszerűen nem tudták elviselni azt, hogy egy idegen szemlélet egy az Isten ízlésvilágától és törvényektől távoli, nyers, mulandó, fizikai erőre építő hatalom diadalmaskodjék, hanem ismét a szellemvilágosságát, a lélek erejét, a békesség ígéretét és az egymás iránti szeretetet és tiszteletet akarták felemelni.